Különösen gázos az, hogy ezt ön, mint honvédelmi és rendészeti bizottsági elnök engedi meg magának ezeket a szavakat. Az utazási tanácsát megköszönettel vettem, volt szerencsém a múlt évben több mint fél évig minden egyes napot a 8. kerületben tölteni, ahol több száz emberrel beszéltem személyesen, és nagyon sok lakásban és házban jártam. Talán le kéne szállni a magas lóról, mert polgármesterken túl mások is ismerhetik az adott kerületet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most ugyancsak 2 perces hozzászólásra. Kocsis Máté képviselő úrnak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Dorosz képviselő úr, ne vegye vagdalkozásnak, de most már idestóval 3 évtizede élek a 8. kerületben, jó szándékkal próbáltam felhívni a figyelmét olyan társadalmi jelenségekre, amelyekről egyébként az ön mellett ülő képviselőcsoport is gyakran beszél. Ezek valós problémák. És ne vegye vagdalkozásnak a káoszpárti hiszti kifejezés sem, tekintettel arra, hogy például ön volt az, aki még a vita elején egy olyan Felkai államtitkár úr által el nem mondott idézettel kezdte a hozzászólását, amely tényszerűen nem volt igaz, hát hiszen én vezettem azt a bizottsági ülést. Engedje meg, hogy pusztán egyetlen dologra hívjam fel a figyelmét. Én azt hiszem, és megint csak a múlt heti napirend előtti felszólással utaljak vissza, azok a közállapotok, amelyek kialakultak az elmúlt években az országban, valóban garanciákat követelnek. De én azt gondolom, hogy nem olyasfajta garanciákat feltétlenül, amelyekre ön gondol, hanem azokat a fajta garanciákat a társadalom biztonságérzetének és a hazánk tagjainak, állampolgárai biztonságérzetének a növelése érdekében, ezeket a garanciákat, hogy a mindennapi nyugalmuk, a közbiztonságérzetük egyáltalán a tisztes munkavégzéshez mindenképpen szükséges lélektani állapotuk szempontjából a kormány és az országgyűlés ezeket nekik biztosítsa. Ez a törvénycsomag az, amely megadja esetlegesen minden korábbi elmulasztott törvény, törvényi hiányosságtól eltérően azokat a kondíciókat, amelyek ezt biztosíthatják. Egyébként, tisztelt képviselő úr, anélkül, hogy mentegetőznék, azért a káoszpártiság nem feltétlenül önökre vonatkozott. Köszönöm szépen. Én felkérem a képviselőtársaimat, hogy kérjenek szót, nagyon szívesen fogok adni, de próbáljunk a parlamentáris szabályoknak megfelelően, főleg a házszabály előírásainak megfelelően lefolytatni ezt a vitát. Ezért most 2 perces hozzászólásra Dorosz Dávid képviselő úrnak adom meg a szót az LMP képviselőcsoportjában. Köszönöm a tanácsot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rendben, akkor megnézzük a jegyzőkönyveket. Teljesen egyértelműen az államtitkár úr kijelentette, hogy szakmai egyeztetés, szakemberek megkérdezése nem történt meg. Ez így hangzott el, de majd a jegyzőkönyv eldönti, hogy kinek van igaza. Ezen kívül hozzátenném, hogy a problémával egyetértünk, a megoldási javaslataik, amiket önök felhoztak ebben a törvényjavaslatban, azokkal nem értünk egyet, és azokkal szemben vannak alkotmányossági, illetve jogállami garanciákat felvető aggályaink ezekre a kérdésekre. Még mindig nem kaptunk választ, de úgy látszik, ez a nemzeti együttműködés rendszere csak a falakon működik, szavakban és tettekben nem. Köszönöm szépen. Most 2 perces hozzászólásra Novák előtt képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem először halljuk azt, amikor egy fideszes képviselő azt mondja, hogy nézze meg a jegyzőkönyvbe, majd meglátjuk, hogy ott mi van. Legutóbb a ugyanezt vágta nekem el Simon László, a Kulturális Bizottság elnöke, és amikor utána néztem, hogy mi van a jegyzőkönyvben, és erről tájékoztattam, akkor egész egyszerűen okirat hamisításig is elmenve azt mondta, hogy nem ez szerepel a jegyzőkönyvben, akkor bizonyára rosszul történt a jegyzőkönyv leírása, úgyhogy arra hívom föl LMP-s képviselőtársam figyelmét, hogy készüljön föl a legkeményebb harcokra is, ugyanis nem riadnak vissza a jegyzőkönyv hamisítástól sem. Amikor ugyanis azt mondtam, hogy egyértelműen látszik... Képviselő úr, ne haragudjon, ez a kifejezés nagyon súlyos kifejezés, nagyon súlyos. Úgyhogy egy országgyűlési képviselő is ezzel kapcsolatban felelősséggel tartozik. Természetesen. És figyelmeztetem önt ezért a kifejezésért, kérem, kérjen bocsánatot.
Nehogy kérek, hát ne viccelje már, elnök úr. Hát persze, hogy súlyos, de nem a kijelentés súlyos, hanem a mögötte lévő tartalom, amit éppen ecsetelnék, hogy mi történt, hiszen... Kép. ...vitájáról van szó, tehát amikor azt indítványoztam, hogy... Képviselő úr, annak az állítása, hogy itt ebben a házban nem riadnak vissza a jegyzőkönyvnek a meghamisításától sem, ez az egész parlamentáris demokrácia megkérdőjelezés. Ez egy rendkívül súlyos kifejezés, rendkívül súlyos állítás, még az éjszakai órákban is. Ezért mondom még egyszer, képviselő úr, gondolja át ezt, és ezért kérjem bocsánatot, vagy vonja vissza. Hogyha lehetne, akkor kezdeném előről, vagy legalábbis a fél időtől a beszédemet. Van erre mód, mert elnök úr beszélte le az időm nagy részét. Képviselő úr, ezt az ülést még én vezetem. Én határozom meg a házszabály előírásai szerint a legjobb szándékommal azt, hogy hogyan vezetem az ülést. Amennyiben önnek ez ellen kifogása van, abban az esetben fordulhat az Alkotmányügyi Bizottsághoz úgy, hogy a házszabály előírja, most pedig az, hogy visszaállítják-e az órát, vagy nem, az az elnök felelősség. És én nem állítom vissza az órát, képviselő úr, még egyszer figyelmeztetem, amennyiben nem vonja vissza, megvonom öntől a szót. Letelt az idő, nem tudom, beszélhetek még valamennyit? Vagy képviselő úr, visszavonja, vagy nem vonja vissza? Tudom, hogyha azt a szót mondok, amit ön elvár. Legyen szíves válaszolni először, hogy beszélhetek-e, igen, akkor minden időkeretben. Képviselő úr, megvonom öntől a szót, és figyelmeztetem. Rendes felszólalásra Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, hát meg sem merek szinte szólalni ezek után, mert lehet, hogy a 15 percet egy néma csenddel töltöm ki, mert szolidaritást érzek Novák Ölt képviselő társammal. Én is kíváncsian hallgatnám, hogy valóban az a felvetés, amit mondott, az megalapozott, mert sem, mert megalapozott, akkor viszont nagyon nagy baj van. Ha nem megalapozott, és adott esetben az ő nem jogászi végzettsége miatti esetlegesen egy elkapkodott értékítéletről van szó, akkor meg ezt nézzük el neki. De azért azt gondolom, hogy mindenképpen helye lett volna annak, hogy elmondhassa, hogy mit gondol. Egyébként ezzel összefüggésben, a vitával összefüggésben elhangzó gondolatai körében. De hát miután szót kaptam, akkor én azért megpróbálom végigmondani, bízom benne, hogy sikerül, úgyhogy olyat mondok, hogy végül is nem vonja meg az elnök úr tőlem a szót. Hát én mindjárt egy hírrel szeretnék így kezdeni, immediás resz, FAD 2010, július elején vagyunk. FAD település arról nevezetes, hogy az a három település egyike, amely település sen kifejtett tevékenysége miatt hozta meg felülvizsgálati ítéletét a legfelsőbb bíróság a Magyar Gárda Egyesület feloszlatása tárgyában. Faddon a következő dolog történt annak idején, csak hogy érthető legyen a mostani eset. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat képviselője hívta meg a Magyar Gárda Egyesület és Mozgalom, illetve a mozgalom tagjait, akik ugye nem azonosak az egyesülettel, de ezt már hosszan próbálta a magyar bíróságok előtt bizonygatni, de ez nem se hatotta meg őket, úgyhogy Strasbourgba vittem ki az ügyet, úgyhogy bízom benne, ott legalább megértik, hogy miről van szó. De teljesen békésen, normális együtt, helyiekkel együtt, a helyiek dörgő vastapsa közepette vonultak föl FAD főutcáján, majd pedig elfogadtak egy együttélési szabályzatot, a helyi kisebbség, cigány kisebbség tagja üdvözölte a megjelenteket, és úgy gondolta, hogy nagyon üdvös és jó dolog, ami történik. Na most hát mi történt ezt követően? Ugye a legfelsőbb bíróság ugye tavaly decemberben felvizsgált ítéletében végleg ugye azt mondta, hogy hát bizony a Magyar Gárda Egyesület, amely egyébként szerint azonos a mozgalommal, feloszlatandó, kiiktatandó, megszüntetendő. De remélem, hogy nem elnök úr küldte ezt a kis repkedő legyet itt körém, hogy megakadályozzon a beszédben, de kérem a rendfenntartási intézkedést. De hogy komolyra fordítsam a szót, valóban olyan komoly dologról van szó. Késő órán vagyunk, tehát egy nézze el nekem, elnök úr, ezt a kis affért. Tehát gyakorlatilag vissza szeretnék térni arra, hogy mi történt végül is most, júliusban Faddon. Mi történt? Kivonták a forgalomból a gárdát,
száműzték az utcákról, a vidéki falvakból, a rendért kiáltó, fegyelmezetten megjelenő magyar embereket, akik szolidaritást nyilvánítottak a helyiek, a gyűldözött, a kirabolt, a megtiport helyiekkel, és mi történt Faddon? Lássunk csodát, kaszával, kapával esett egymásnak két cigánycsalád Faddon. Egy 15 éves fadi cigánygyerekkel szóváltás történt 18 éves cigányfiúval, két család egymásnak esett, kapával, kaszával, stb. Súlyos testi sértés kísérlete, garázdaság miatt előállították őket, és most jön a legérdekesebb, a legfőbb felelősnek minősíthető, vagy legalábbis gyanúsítható személlyel szemben az előzetes letartóztatást nem látta indokoltnak a bíróság. Tehát egyszerűen egy elképesztő helyzetet élünk meg. Ez az ügy szerintem tökéletesen bemutatja, hogy mi zajlik tulajdonképpen ebben az országban, és hogy a közbiztonságért a kapcsolatos törvényjavaslat vitájában kell ezt elmondjam, amikor egyszerűen megdöbbentő módon, most egészen leegyszerűsítem, azt kell mondanom, hogy egyszerre akarja idézőlesen falhoz állítani a kormánytöbbség a rablót és a pandúrt. Hát gyakorlatilag ez egy elképesztő helyzet, tehát ez úgy gondolom, hogy minden józan értékítélet alapján nem áll meg se a jogállamiság, se a nemzeti érdek szempontrendszerén. És FAD vonatkozásában van egy nagyon-nagyon komoly gondolat, amit meg szeretnék osztani önökkel. K. Éva óvónő, a helyi kisebb helyi magyarság képviselője a együttési szabályzattal kapcsolatban a következő mondatot mondta, amit nagyon-nagyon kérek államtitkár urat és minden kormánytöbbséghez tartozó képviselőt, hogy szívleljenek meg, és ennek szellemében gondolják újra ezt az egész törvényjavaslatot. Mert mit is mond ez a javaslat? Azt mondja szó szerint, hogy a szabadság, a tulajdon, a személyi biztonság, az elnyomatással szembeni ellenállás joga, alkotmányos jogok, és ezen jogok tiszteletben tartása és védelme az állam első rendű kötelessége. Nem tudom, el kell ismételni még egyszer. Tehát ugye a Magyar Gárda Egyesület és Mozgalom tagjai, akikkel szemben önök most, legalábbis nem azokkal szemben, bocsánat, azokkal szemben, akik a gárda szellemet vallják magukénak. Ugye itt ez a probléma, tehát azokkal szemben kívánnak most jogszabályt alkotni, szigorú szankciókat, 60 napos elzárás vagy 150 ezer forintos pénzbírságot alkalmazni, akik összefüggésbe hozhatók azzal a szellemmel, amely szellem ezeket mondja. A szabadság, a tulajdon, a személyi biztonság, ez bizony alapvető alkotmányos jogunk, az elnyomatással, a kifosztással szemben ellenállás joga alkotmányos jogunk, és ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. És az állam, ugye mi történt az elmúlt 8 évben? Hát már nem nagyon tudok ilyen szólni itt a mellettem lévő frakcióban, mivel nincs itt már senki, de függetlenül ettől azért mondjuk el a történelmi hűség kedvéért, bocsánat, itt van Görgös képviselő ott a szélén, azonban el kell, bocsánat, igen, itt van Nyakó képviselő is fönn, tehát ők nagyon jól tudják, bár nem vallják be, hogy az elmúlt 8 évben hogy az állam tényleg azt tette, amit nem szabad megtenni, kivonult a közbiztonságból, és hát ezért vagyunk mi itt ennyien, kedves képviselőtársak, mert a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt az egyetlen párt ebben az országban, amely felvállalta ezt az ügyet. Kimondta, hogy cigánybűnözés van, kimondta, hogy elviselhetetlen közbiztonsági válsághelyzet van, és ezen változtatni kell, mert a magyar emberek nem bírják, nem tűrik ezt a fajta kiszolgáltatottságot. És bizony, 2006 őszén aztán ugye ezt közéjük lövettek, a fideszes tüntetők és megemlékezők közé is lövettek, és az emberek azt mondták le következésképpen, hogy bizony valamilyen módon kell egy megszervezett együttélése, megélése, szolidaritás kifejezése annak, hogy erre a problémára szervezetten kell ráirányítani a figyelmet. Semmilyen erőszak monopólium átvételéről nincs szó, ezt nagyon jól tudja államtitkár úr is. Itt senki nem készült arra, és nem is tett semmi olyat, hogy éppenséggel, amit egyébként megtettek. Hát Székelyföldön hogy működik ez? Ugye? Ott elkezdett egyik cigányfaluból átjárnak, lopni, rabolni, viszik el a teheneket, viszik el a terményt, fognak a székelyek, kaszára, kapára kelnek, átmennek a szomszéd faluba, és bizony porrá vernek minden cigányt, és ott rend lesz utána egy 7-3 évig, amíg a következő pár generáció nem felejti el, addig ott bizony nem járnak át majd lopni. Na most, tehát itt ugye...